zsebben hordott művészet. És ez a zseb, ez egy nagyon gazdag zsebem. Mindenkinek a zsebében van egy gyönyörű szép mobil. És ezzel a mobillal csodákat lehet készíteni. Ezeket a csodákat ebben a pillanatban a Mangalériába Szentendrén lehet megtalálni. Igazából az volt a dolognak a csíziója, hogy most kicsit csapjuk be magunkat. Felejtsük el a fényképet, ha analóg vagy a digitális fényképezőgépet, és csak kizárólag mobiltelefonnal készült képek kerüljenek a nagy tiszteletű zsűri elé, aki majd el fogja bírálni, hogy melyek azok a képek, amelyek alkalmasak bemutatásra. És hogyha megnézik a képeket, akkor azért azt lehet látni, hogy nagyon sok olyan kép keletkezett, amiről nem lehet megmondani, hogy mobil, vagy analóg, vagy profi digitális kamerával készült volna. Ugye ez egy olyan világot élünk, mint mondjuk bő 100 évvel ezelőtt, ahol az akkori kor emberei igen nagy kamerákkal, 4x5-ös, 13-18-as üvegnegatívos kamerákkal sétálgattak állvánnyal, fekete kendő lupéval, és fényképezték a világot. Lassan, megfontoltan készültek el a képek. És egyszer csak valaki kitalálta, hogy csinálna egy dobozkamerát, amiben egy rollfilmszerűség van benne, és ezzel semmi más dolga nincs. Egyszerűen csak ránéz a világra, megnyom egy gombot, és tulajdonképpen le is fényképezte. És amikor elkészült az a 8-10-12 kocka, elvitte a laborba, leadta, és kapott egy másik kamerát pár fillérért, továbbiakban tudott fényképezni. Tehát körülbelül ugyanazt a szindrómát éljük. Hogy amint van egy lehetőség, egy lencse lehetőség, és képet lehet produkálni róla vagy bele, akkor ezt mindenképpen megéri megtenni. Mi figyelünk arra a kis galériára, mert vagy a művészeti életnek egy kis is megnézőja, egy nagyon kis hely, hogy nyitottak legyünk, milyen lett művészeti átmenet. Természetesen a szívünk itt a művészetben az húzza a festészet, a grafika felé, tehát ezen a helyen és ebben a világban szoklászatnak, iparművészetnek, magyar kártékosnak, zseniálisnak, és természetesen fotóművészetnek. A fotósoknak az a problémájuk, vagy a világról, hogy hogyan tudnak elmenekülni az egyszerű dokumentációból, hogy a mai világban már mindenki fotót tart, és viszonylag jó minőségű fotók vannak, tehát ez dokumentál. A művészet az természetesen másképp kezdődik, és ennek a művészetnek, amit itt látunk, megvannak a gyökerei akár a 20-as években is, de hát, hogy a vállaló fotókat, a számítógép nekünk is itt van, a fotók világában. Én, amikor tegnap és ma is mindig néztem ezeket az alkotásokat, remek gondolatokat, ennek esztétikai megoldásokat találtam, és gratulálok.